Rudi Gyula, utazások az ős postakocsit. Rezeda úr dühöngött. Miközben az emberi romlottsághoz és aljassághoz. Miközben a piaci úrhölgyekhez, akik azért vesznek kakast, mert szeretők a kakasleves szeretik. Én szerelmes vagyok és megvetem az egész világot. Tisztaságot akarok magamtól. Azt a levegőt akarom szívni, mint az apró szentek, akik jóságban, isteni félelemben töltötték életüket. Árnyék csendesen balagott, mintha valami ravasságon törné a fejét. Megengedem, hogy szükséges néha a tiszta szerelem, amely körülbelül háromszor látogatja meg a férfi élete folyamán. Ki nem esett el az első és második szerelemben, aki épp kézlábbal jött vissza búcsúról, ahová összetört szívét vitte megoperálni. Akinek kétszer megkegyelmezett a sors, hogy nem halt bele a szenvedélybe, féltésbe, szomorúságba, boldogtalan házas életbe, amelyen minden tiszta és nagy szerelem végződik. Az valóban bolond, ha újra beléped abba a házból, az éjszakák álomtalanok, a nappalok kínteljesek, nagyobb nyomorúság van, mint a rokkantak tanyáján. Jött rel, mint a purgatóriumban, féltés, mint a vadállatok ketrecében. Okos ember tudja azt, hogy harmadszor nem mászik ki ébbőrrel a nyavajából. A harmadik szerelem földhöz veri a legokosabbat, legbátrabbat, ezután már nem szedi össze magát a jóra való férfi ember. Ha életben marad, lesz bőle légcsapó vagy vonalzó, görnyetválló, megráncosodott nyakú, aggodalmasan alázatos hivatalnok, nem nézhet többé bátran az erősek szemébe. A harmadik szerelem elviszi a férfit, mint az őszemelbetegeket.